napot kívánok! Sziasztok! Egy érdekes kérdéssel talált meg egy ügyfelem, akinek osztalékfizető eszköz alapja is van a portfóliójában. A kérdése arra irányult, hogy azt lehet látni, hogy ezen eszköz alapoknak az értéke is csökken, és mi várható 2020-ban a jelenlegi helyzetre való tekintettel, hogy azok a részvényesek, azok, akik osztalékot fizettek eddig, elképzelhető, hogy nem fognak osztalékot fizetni akkor, amikor lezárják a gazdasági évüket? És így ebből adódóan azok az ügyfelek, akiknek ilyen típusú befektetésük van, azoknak még nagyobb lesz a veszteségük, mint azoknak, akiknek nem ilyen eszközökben van a vagyona? Erről kérdezem állandó szakértőnket, János Zsoltot. Jelentkezem újra itt a home office-ból. Mielőtt az osztalékok kérdésére rátérnék, azelőtt egy olyan szemszög, ami lehet, hogy segít megérteni, hogy az aktuális helyzetet milyen pozitív szemszögből lehet látni. Akár 24 órán belül látható, hogy pillanatnyilag milyen gyorsasággal és milyen szinten akár bürokráciák is megszűnnek. Olyan bürokráciai menetrendek, ami állítólag eddig nem lehetett online és technikailag megoldani, hanem főtétlen személyesen kellett oda menni, nyomtatványokat ide-oda horgozgatni, ezek most megszűnnek. A szabályozásokra is a hatások már láthatóak, hogy ezek enyhítve lesznek, tehát minden, ami a gazdasági körforgást az elmúlt években lassította. Ezért meglátjuk persze, hogy még mi minden jön, de tény az, hogy aktuálisan több olyan társaság, amelyik normálisan osztalékot fizet. Ezek most legelőször azzal a kérdéssel küzdenek, hogy egyáltalán formálisan meg tudják-e tartani az éves tagi gyűlést, formálisan a beszámolókat le tudják-e zárni. Induljunk abból ki, hogy igen. A fő kérdés, ami tovább jelen van, hogy a fogyasztóknak milyen szinten marad meg és tér vissza a bátorságuk, a gazdaságot a fogyasztáson keresztül fenntartani. Ezt tudjuk, hogy a mi gazdaságunk a növekedésre van felépítve, és arra van felépítve, hogy fogyasztás legyen. Na most az Európai Központi Bank és a politikai szerencsére pont azt próbálja a segítő csomagokkal, hogy az emberekben megtartani azt a bizalmat, hogy most esetleg visszahúzódunk a szociális életből és a kapcsolatokból, de ezért a fogyasztás nem kell megálljon, tehát bizonytalanság nem szükséges, hogy legyen. Ha valamikor megvoltak a paraméterek a híres helikopterpénzre, akkor most. És amit a tegnap este is láttunk, hogy az Európai Uniónak a politikai és a pénzügyi miniszterei összehangolva 1 billió euró segítcsomagot határoztak meg, és ki is mondták, hogy indirect whatever it takes, tehát ugyanaz a mondat, amit mondott Draghi 2011-ben, az most még egyszer kimondták, hogy támogatják maximálisan a gazdaságot, főleg a fogyasztókat. Amerika is 700 milliárd dolláros segítcsomagot tervezett a gazdaságnak hétfőn. Tehát ezek olyan dimenzióban vannak, ami biztos, hogy a gazdaságban meg fog érkezni, és egyelőre az számíthatunk, hogy ezek segíteni is fognak. Nem hónap után, a bizonytalanság egyelőre még megmaradt, tehát ha felkezdjük a kérdést, hogy meddig mennek a piacok lefele, ezt reálisan nem tudjuk ma megválaszolni. Az a kérdés, hogy a gazdaság újra és a piacok felemelkedne arra a szintre, ahonnan jöttünk februárba, ennek a válasza nagy valószínűséggel lehet az, hogy igen. Hogy nem mindenki, az is érthető, de hogy a nagy része igen, nagyon egészséges struktúrák vannak, és cégek, vállalkozások, amelyek ezt a megállást tudják arra használni, hogy még hatékonyabbak legyenek, és főleg ugye a bürokráciát leépítsék. Ezért az aktuális helyzettel tovább dolgozni, és ez érthető, amennyiben lehet, ha pánik is van, de higgadtan figyelni a helyzetet, ez döntő. Akinek nincs tartaléka, abban azt is megértem, hogy ő nem a higgadt távolsággal foglalkozik ma, hanem azt kell nézze, hogy honnan fogja hónap kifizetni a vajat, a kenyeret. Ez mind azt mutatja, hogy a jövőre nézve is
a tartalék stratégiák nagyon fontosak, akkor tudom a többi részét egy picit higgadtabban kezelni, és nem zavar, hogyha akár egy évbe nem kapok osztalékot a cégektől, de megmarad a cég, és van egy gazdasági továbbfejlődés. Mindenkinek további, amennyiben lehet, nyugodt napokat kívánok otthon, és élvezzék az életet a családdal, hogy ennyire most közelebb kerültek, maradjanak egészségesek, viszontlátásra. Köszönöm szépen a kimerítő választ, és mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok, és remélem, hogy rövidesen megoldódik ez a helyzet, de addig is használják ki az időt, legyenek többet a családjukkal, élvezzék az együttlétet. Szép napot kívánok mindenkinek!